Bármikor. Azt írják, hogy Kancsi bácsi zokniba. Jó, tudod, dögöljél meg, kurva anyádba, aztán én le is tiltalak, mert a faszomba, nem érdekel, én veled többet nem beszélgetek, mert egy szarházi geci vagy. Ezt nekem bizonyítottad most. Ja. Na, ennyi a történet. Nem tudom, Murder, bevadultál, vagy hideg volt a kávé, amit ittál, vagy nem tudom, mi bajod van. Ja, és az ilyeneket bírom, úgy szájba vágnálak a kurva anyádat, úgy szájba vágnálak, hogy szétmenne a feje. Érted? Röhögjél, te büdös patkány. Tudod, mit ez legyen az utolsó röhögésed, amit csináltál az életbe, mert egy rossz indatú geci vagy, bazd meg. Azért hozzá kell tennem, hogy te soha nem fogsz egy normális ember lenni, megmondom őszintén, mert aki 35 évesen az apjával lakik... Így van, akár... megint kezdődik, a Kálmán eltort, így van. De te mit értél? Te többet elértél, mint én? Igen, nekem van egy Nikon D800-osom. Te kivette neked a szájba baszott köcsög, ezt nem érted, hogy kivette. Nem, én nem hisztizek, csak meg akarom magyarázni azt, hogy miért volt a letiltás. Érted? Ennyi volt. Na, hát akkor mehetsz is az anyádba. Hát most már elmondtad azt, akkor ennyi. Akkor miért rontod itt a levegőt? Á, szóval neked ez a stílusod, hogy mehetsz az anyádba. Hát gratulálok hozzá. Na, halló, halló! Na, mi újság van, kedves barátom? És miért jó ez neked? Miért jó ez neked, hogy sokat szorra már próbálkozol? Most sikerült is. Na, most sikerült. Na, de miért? Na, de miért jó ez neked? Arra válaszol, hogy... Nem tudod? Na mondjad! Hát én biztos, hogy nem megyek te hozzá, te hülye vagy, te rosszul aludtad ki magad szerintem. Én biztos nem. Mi most összetévesztesz engem valakivel, hallod? Én biztos, hogy nem megyek oda hozzád. Meg engem nem is érdekelsz. Figyelj, engem nem is érdekelsz. Te vagy a legfontosabb egyébként az életemben, tudod, hogy én veled foglalkozom, nem? Szerintem te vagy a beteg, nem én. De leszopnál azért, fogadjuk, hogy leszopnál. Miért most neked, figyelj, neked arról tudnod kell, hogy én kivel beszélek a háttérbe? Ja, értem. Te vagy a főnök. Már föltöltök egy videót, és már ott vagy, már 125 dislike-ot, azt te nyomtad rá a videóra. Hát tudom én. Jézus Máriska! De most komolyan mondom neked, neked erre van időt, hogy ezzel foglalkozzál itt. Te milyen fogyatékos gyerek vagy te? De neked miért nincsen valami életed? Vagy valamivel foglalkoznál? Szabadságon vagy. Te mindig szabadságon vagy, olyan vagy, mint a izé, a román. Jó, hát hónapok óta nem beszélgettünk, mert aztán kurva nagy téma vagy te, hogy bele beszélgessek, nem? Jó van, kisgyerek. Jó van, kisgyerek. De most ezt is letagadod? Most már ezt is letagadod? Na de te basztál már nőt életedben? Most nem azért kérdezem. Hát most nekem az egyik faszon vastagabb, mert két faszon van, tudni. Akarsz szopni, vagy mi van veled? Egy mocskos buzi vagy, bazd meg! Egy buzi vagy! Kancsi a kurva anyád, azt kancsi, te köcsög! Te büdös szájú geci! Ne kancsizzel már! Legalább, hogyha beszélni akarsz normálisan, akkor beszélj normálisan, te buzi gyerek! Neked ez az életed, bazd meg, hogy... mert gyermekkorodban apád seggbe baszott, aztán...
Hát én nekem nem is volt apám, kezdjük ott. Akkor hogy baszott volna segni, amikor nem volt? Nekem csak anyám volt, apám nem volt. Úgyhogy már nem baszhatott segbe, úgyhogy ennyit erről. De neked nem kell bizonyítanom semmi, szerintem semmit, mert nem hiszem, hogy te vagy a... Nem baj, én is veszem a videót, ne izguljál. Tehát amit most beszélgetünk, azt én is veszem, úgyhogy hiába. De kicsit problémás, ugye? De az, hogy téged eltartanak, az nem baj, mert az el van fogadva. Legalább dolgozom és kapok pénzt. Hát mi neked a munkád? Magyarázzál nekem. Nem baj, de az agyam az helyén van, nem úgy, mint a tiedél. Figyelj, ez a nullás is úgy jött ki, hogy te most beűsz a liftbe, beállsz a liftbe, és akkor valakinek azt mondod, hogy figyeljen ide, uram, szeretnék lemenni, mit tudom én, a első emeletre, és akkor megkérdezett tőle, hogy ön hova szeretne menni, és akkor azt nyomom meg. És akkor most megtalál egy ilyen buzi téged, és akkor azt mondja neked, hogy ugye szétverem a pofádat, akkor te mit csinálsz? Hát ostobák vagyunk, ja. Tényleg, figyelj, ostobák vagyunk. Na, ez a lényeg, hogy ostobák vagyunk, tényleg. Szerintem valahol te nagyon elfeküdted az agyadat már, szerintem rád ment a YouTube. Szerintem a YouTube nagyon ráment a... Te figyelj, én megmondom neked őszintén, hogy nálad butább gyerekkel még nem találkoztam. De ezt frankon mondom. De te hova jutottál, basszam szájba azt a retkes kurva anyádat? Te hova jutottál, te büdös kutya? Azzal, hogy beszélsz velem? Beszélsz velem, ideig jutottál el te? Nem baj, akkor is velem beszélsz, te büdös köcsög. Hát de te velem beszélgesz, te szájba baszott geci. Hát hogyha annyira engemet senkinek nem tartasz, akkor minek beszélgetsz velem, ha senkinek nem tartasz? Te büdös szarházi. Na. Jaj, figyelj ide, te egy tudod mi vagy? Te kiskorodban szájba baszott apád, meg segbe kurt, aztán most nagyon problémás vagy. Aztán most sírsz, meg nyűszítesz, mint egy faszopó geci kurva. Jó lenne, hogyha most már tényleg leszállnál rólam, mert buzi vagy, mindenki tudja itt a YouTube-on. Jó, csak ne magaddal hasonlítsál össze egy ilyen fogyatékos geci gyerekkel, mint amilyen te vagy, akit a szülei tartanak el. Szülei tartanak el, aztán nem kell dolgozni. Kancsi. Már megint kancsizik. Te. Mondom, te szerintem valami kisebbségi problémád van, neked megmondom őszintén, mert téged apád segbe kurt kiskorodba, aztán nem találod a helyedet azóta. Azóta nem találod a helyedet. Azért írtalak le, te büdös köcsök, hogy te is legyél ideges, hogy nem beszélget veled senki. Senki nem beszélget veled, te köcsök rajtam kívül. Hát rajtam kívül ki foglalkozik veled, te szarházi. Téged meg se érdemes verni, bazeg, ki kéne kötni egy fához, azt ott hagyni a gecibe, te köcsök gyerek. De annyit nem érdemes, hogy hozzágyújjon az ember, te. Még azt is élveznéd, hogyha szájba basználak, érted, a zöklömmel vagy a lábammal. Nem, anyádat kellett volna jól megbaszni. Az anyádat a ruszkiknak, és akkor te nem lettél volna meg. Te zsidó fasztopó. Te büdös köcsög. Hát az vagy te, eltartott zsidó geci. Eltartott zsidó geci vagy. Te szájba baszott büdös patkány. Hát tudod, mit kívánok neked? Dögölj meg, és basszálj be azt a retkes, kurva édes anyádat, ez az egyik, várja a másik meg, hogy rohadjon meg az édesanyád holnap reggelre. Meg nem csak az, hogy az édesanyád rohadjon meg, az egész családod, és egyedül maradjál. Hallod, egyedül maradjál ott,